Ha jó egészségben vagy, és méltónak tartod magad arra, hogy egyszer már önmagad ura légy, örülök neki. Az enyém lesz ugyanis a dicsőség, ha téged onnan, ahol a menekülés reménye nélkül hányódsz, kihozlak. Arra azonban kérlek és buzdítalak, Luciliusom, hogy a filozófiát vés szíved mélyébe, és előrehaladásod bizonyítékát ne beszéddel, ne írásművel, hanem lelked szilátságával és vágyaid mérséklésével ad. Tettekkel igazolt szavaid. Más a céljuk a szónokoknak, akik a körülálló tömeg tetszését hajszolják, és más a céljuk azoknak is, akik az Ifjaknak és a ráérő embereknek a fejét változatos és gördülékeny előadással beszélik tele. A filozófia ezzel szemben cselekedni tanít, és nem beszélni. Azt követeli, hogy mindenki a saját belső törvénye szerint éljen, hogy élete ne álljon ellentétben beszédjével, és hogy maga az élet, bensőleg tekintve, minden cselekedetben ugyanazt a színezetet mutassa. Az a bölcsességnek a legnagyobb feladata, és egyszerűs, mint bizonyítéka is, hogy a tettek a szavakkal összhangban vannak, és hogy maga az ember mindenütt egyenlő, mindenütt ugyanaz. Ki fogja ezt megvalósítani? Hm. Kevesen, de néhányan talán mégis. Hiszen nehéz dolog ez. Nem mondom én azt, hogy a bölcs mindig ugyanolyan lépésben halad, csak azt, hogy mindig egy úton jár. Figyeld meg tehát, vajon előtte egymástól az öltözéked és a házad. Nem vagy-e magad iránt bőkezű, a környezeteddel szemben fösvény, nem étkezel-e szerényens, nem építkezel ugyanakkor fényűző stílusban. Válasz magadnak egy életszabályt és egész életedet ehhez szabd. Vannak emberek, akik otthon összehúzódnak, de házon kívül szabadjára eresztik magukat, és hetvenkednek. Bűne ez a kétféleség, és az ingadozói lélekjele, amelynek még nincs kialakult magatartása. Már most megmondom azt is, hogy honnan van ez az álhatatlanság, és ez a kétféleség tetteikben és elhatározásaikban. Senki sem tűzi ki maga elé, hogy mit akar, és hogyha ki is tűzi, nem tart ki mellette, hanem átugrik rajta. Nem csak megváltoztatja, hanem visszatér, visszaesik azokba a dolgokba is, amelyet egyszer elhagyott és elítélt. Hogy tehát mellőzem a bölcsesség régi meghatározásait, és hogy az egész emberi életre átfogó szabályt állítsak fel, ilyesmiben állapodhatom meg. Mi a bölcsesség? Az, ha mindenkor ugyanazt akarjuk, és ugyanazt nem akarjuk. Felhozhatod esetleg azt a kifogást, hogy helyesnek is kell lennie annak, amit akarsz. De hát senkinek sem tetszhet valami mindig, ha nem helyes. Az emberek általában nem tudják, hogy mit akarnak, kivéve azt a pillanatot, amikor már akarnak valamit. Minden időre egyik sem dönt, hogy mit akars, mit nem akar. Naponta változik a véleményük, sőt, éppen ellenkező irányba is fordulhat. A legtöbb ember játékban tölti el életét. Tarts ki tehát amellett, amit megkezdtél. Talán felemelkedhetsz a legmagasabb fokra, vagy pedig oda, ahol csak te egyedül érted meg, hogy még nem vagy a legmagasabb fokon. Mi lesz a ház barátainak a tömegéből? mondod. Mikor nem eteted tovább azt a népséget, majd eteti önmagát, és amit ajándékaiddal nem vagy képes megtudni, meg fogod tudni a szegényes életmódot segítségével. Ez az életmód vissza fogja tartani melletted az igazi és megbízható barátokat. Aki nem te hozzád, hanem más valamihez ragaszkodott, el fog hagyni. Nem kell emiatt, az egyok miatt is szeretni a szegénységet, mert megmutatja, hogy ki szeret bennünket. <tosz> Ó, mikor fog eljönni az a nap, amelyen senki sem hazudik, majd azért, hogy téged megtiszteljen? Erre irányuljanak tehát gondolataid, ezzel törődj, ezt kívánd minden más kívánságodat engedd el az Istennek, hogy megelégedett lehess önmagaddal és azokkal a javakkal, melyek belőled származnak. Milyen boldogság lehetne közelebb hozzánk? Korlátozd magad a legcsekélyebbre, amiből nem eshetsz ki. Hogy ezt szívesebben tedd, arra szolgál ennek a levélnek az adója, amelyet rögtön lefizetek. irigykedhetsz, most is szívesen fizet helyettem, Epikurosz. Idézem. Hidd el nekem, nagyszerűbben hangzik beszéded a tábori ágyon és a durva köpenyben, mert így nem csak mondott tanításaidat, hanem bizonyítod is. Én legalábbis egészen másképp hallgatom a mi Demetriuszunk szavait, miután láttam őt félig mesztelenül nem egyszer a szalmán feküdni. Nem csak hirdeti, hanem bizonyítja is az igazságot. Idézem: Nos, tehát nem lehet a gazdagságot megvetni, de azért a kezünkben tartani. Miért ne lehetne? Az is erős lelkű ember, aki sokszor és sokáig csodálkozva, hogy éppen hozzájutott az őt körülvevő vagyon, végül is nevecs, inkább csak hallja, mint érzi, hogy ez az övé. Nagy dolog az, ha nem ront meg bennünket a gazdagság, amelyel egy födél alatt vagyunk. Nagy ember az, aki a gazdagságban is szegény emberként él. Nem tudom, veted ellenem, hogyan viselné el a szegénységet az a gazdag ember, ha valóban elszegényedne. Én sem tudom, vajon Epikurosznak az a szegény követője megvetnie a vagyont, ha belecsöppenne, Mindkét esetben tehát a magatartást kell értékelnünk, és meg kell figyelnünk, hogy a fenti gazdag ember valóban kedvét lelie a szegénységben, és hogy vajon emez valóban nem lelie kedvét a vagyonban. Különben a jó akaratnak nagyon gyenge bizonyítéka volna a durva fekhely és ruha, ha nem derül ki, hogy valaki azt nem szükségből tűri, hanem akarja is. Egyébként erős természetes hajlamra mutat, ha valaki nem úgy siet az egyszerűbb életmód felé, mintha az jobb volna, hanem mint könnyebb dologra készül fel rá. Valóban könnyebb, Luciliusom, s ha sokat gondolkozol rajta, kellemesebb is. Megvan ugyanis benne az, ami nélkül semmi sem kellemes. A gondtalanság. Szükséges dolog tehát szerintem az, amit mint írtam, nagy emberek gyakran megtettek, hogy néhány napot közbeszúrunk, és ezeken elképzelt szegénységgel gyakoroljuk magunkat az igazi szegénységre. Ezt annál inkább meg kell tennünk, mert az élvezetektől egészen elpuhultunk, és mindent keménynek és nehéznek tartunk. Ezért még inkább fel kell ébresztenünk lelkünket álmából. Fel kell ráznunk, és intenünk kell, hogy a természet csak a legcsekélyebbet rendelte számunkra. Senki sem születik gazdagnak, aki megszületik annak teljel és durva szőtessel megelégedetnek kell lennie. Ilyen életünk kezdete, s mégis sokszor országok sem elégítenek ki bennünket. Isten veled!